Hát hello ott, hello. Itt így megpróbálok így besüllyedni a képernyőbe. Nagyszerű. Hát üdvözlök mindenkit ezen a csodálatos péntek délután. Jó kis esős, viharos, minden is előfordulhat, úgyhogy bízom benne, hogy nem lesz se áramszünet, se internet megszakadás, földindulás, bármi ilyen. Kicsit így fészkelődök még addig. Vihar, igen. Hát ugye a Life is Strange-hez mi más is járhatna hozzá, mint egy jó kis vihar. Hogy így még jobban meglegyen a hangulat. Úgy, azt hiszem így nagyjából, valahogy így. Úristen, hogy áll a hajam. Jó van, jó lesz így. Ami fura, hogy mintha nem menne a... Ah, de megy. Jó, azt hittem nem megy a... chat itt mellettem, csak hamar törlődik. Hát igen, Debrecenben attól, hogy süt a nap, attól itt mondjuk még szakadhat az eső, mert ugye itt mindig is van eső, a környéken egy nyomorult felhő is erre téved, akkor itt attól még eső van. És amúgy mi újság van? Mi az, hogy nem vagy Debrecenben? Te otthon vagy? Hát az még durább. Ott van internet. A világ végén. Hát akkor meg hogy ott süt a nap, hát az a világ másik fele. Itt semmi, nem is el sem látunk odáig. Szóval... Micsoda? Ja, jó van az. Izén megy az internet. A felhőbe, meg a levegőbe. Szóval... péntek. Végre péntek. Itt a hétvége. Egy ilyen kis hétlevezetős Life is Strange stream lesz. Kontrollára, mert Hehe azt mondta, hogy kontrollára sokkal jobb, meg maga a játék is azt mondta, hogy sokkal jobb, úgyhogy kontrollára lesz. Őszintén szóval nagyon nem vágom a sztorit, ilyen helyjel közzel láttam Hehét játszani, meg mit tudom én, így láttam embereket, hogy játsszák, meg hogy ilyen téridő megállítós, nagyon ilyen sztori. Mit nem hiszek el? Most teljesen megakasztottál. Hogy ilyen téridő megállítós, vizuális regény. Azt hiszem ez a... Ja, de elhiszem. Csak hogy amúgy a játék is érte, hogy sokkal jobb kontrollerrel játszani. Úgyhogy így két helyről is dupla megerősítés, semmi, no offense. Szóval ennyi, nem tudom, tegnap kipróbáltam este egy felvétel erejéig a játékot, nem tudom, hogy fog menni a felvételen, mikor főképernyőm volt a játék, mert elfelejtettem, hogy elindítottam a felvételt, és böngésztem a Steamnek a nyári vásárját, azt hiszem ez a szó helyes kiejtése. Vagy valami ilyesmi, hogy akkor jól futott, aztán majd mindjárt kiderül, hogy így élőben az interneten, fent a dróton, hogy fog futni. Nem is tudom, mit akartam még ezzel elmondani. Ja, óvatosan a Steam-es nyári vásárral, a pénztárca nem szereti, mert minden is akcióban van. Na, hát akkor így óvatosan tekintsünk is bele ebbe a csodálatos gáméba. OBS-t így lerakom, mert ugye új monitor még mindig nincs. Úristen, nekem már nagyon hangos a játék. Na. Micsoda, nem. Miért fizetne Hehe? Az a saját magam által megspórolt, megküzdött, megdolgozott pénzből van. Meg lesz. Majd fog Ózsi. Ha más nem minden, elfújom oda az esőt. Valahogy át kéne ezt így tenni teljes képernyőbe, mert nektek teljes képernyőbe van, de nekem nem. Ablakban fut, így. Ez az sokkal jobb. Na. Azt mondja, hogy mentés 1, az még Hehének a mentése, ugye ő végigjátszotta. Én ezért egyből elkezdem a mentés 3-at. Hello, Pakos! Na, kiválasztás.
vajon ilyenkor most fogta és újra vágta a beállításokat is, hogy kitöröltem, vagy nem? Beállít, megnézzük a stáblistát, és ennyi volt. Vége, vége főcím, köszönöm, hogy voltatok. Jó, haladó. Ablakos, vertikál sync az kell, ez a monitor nem szereti. Hát jó, majd látjuk, hogy hogy fut. Kezdődjék a játék. Nem is emlékszem, ennek van. Van valami nagy sztori videó az elején. Válasz bölcsen. Úristen, akkor át remegett a kontroller. És most? Where am I? What's happening? I'm trapped in a storm? How did I get here? And where is here? Wait, there's the lighthouse. I'll be safe if I can make it there. I hope. Please let me make it there. Nekem még mindig hangos. Előbb vagy utóbb biztos rá fogok szokni arra, hogy visszaadjam a játéknak a hangját, mielőtt elindítom. De ez nem most volt. Szóval, itt vagyunk így. Így ez egy elég in-medias res kezdésnek tűnik. Itt egy pad, egy kis fa kiborult. A Lichthaus arra. Nincs jó idő. Mi ez a tábla? Na, jó. Kicsit fúva szél. Elég fura, hogy így az semmi közepén itt így elkezdeni egy játékot, amúgy így hello, itt vagyunk a viharba. Mi ez a nagy vihar amúgy? Come on, Max. You can make it. Nyugi, Max, nyugi. Egy térkép. Ott egy kis vihar. Elég ilyen apokaliptikus vihar. Ó, lehet így esni? Jó, nem. Nem idióta a karakterünk. Ott egy bódé. Holy shit! Ez elég durva. Világító torony rip. Ez most csak így egy álom volt? But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I'm okay. From light to shadow, from color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in iPhone, ott egy iPhone, láttam. That sure didn't feel like a dream. Jó, biztos, hogy a gazdag csaja csoportban. Diane Arbus. There you go, Victoria. Elnézést, Tanner, de kurvára nem figyeltem, miről van szó. Because of hopeless faces, you feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. Igen. She saw humanity is tortured, right? And frankly, it's bullshit. Shh, 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 shh. Keep that to yourself. Seriously, though, I could frame any one of you in a dark corner and capture. Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? Ask me, yes. I can hear the class laughing at me now. Hát, ezt is hogy készült ez a kép? Moment of desperation. Megvannak itt. Ez mi ez? Egy tolltartó. Isn't that? I can't believe that's okay. Ez a sárga valami. I should upgrade to the 21st century. Oh, ugyan már. I like it old school. Na, ugye.
She had a brilliant eye. Napló, ez mi, ez táska. She could have taken another approach. I have to admit, I'm not a big fan of her work. I prefer... I do love my analog camera. Me too. I should take a quick picture now. Jó óra közepén. Hát csak lövök egy selfie-t, hát nem. Simán. Engem nincs pénzem iPhone-ra, úgyhogy én ezzel a Polaroid géppel lövök egy selfie-t. Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Szerinted figyeltem? Hát azt néztem, hogy hogy kezdődik a játék. Tudtam valamikor. I didn't know, but I kind of forgot. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotype. És Stréber csaj. A process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Sad face. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces. Lehet embereket megölni, ő rajta lesz a listán. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. You can find out all about him. Ha ezt végighallgattam, akkor azért kapok valami OK-s képesítést, nem? And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry, too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. És most? Victoria doesn't waste a second kissing ass. Máltán fotós. That was amazing when Mr. Jefferson took a class picture the first week. Even though I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work framing us. Annyira nem lett jó ez a kép, így alapból, vagy ezt mi lefestettel, vagy mi? I love seeing Mr. Jefferson's awesome photos on these magazine covers. Micsoda, a grunge nem lehet halott. Ez hazugság. That printer is amazing. I'd love to see how it reproduces my pictures. I could pump out a whole gallery show with that thing. When I don't suck. Someday. Ez mi ez? Ez nekem is jó lenne. Szemet így elhozni. The ball head even has a pan lock? God, I'm such a photo nerd. Én teljesen le vagyok maradva. Ez nem az alkonyatos csaj. So cool to see Mr. Jefferson's actual published pictures. Gives me hope. Viszem haza. Oh man, they have those sweet ultrasonic lenses. And look at that vintage rangefinder. What? Nincs itt senki. Nem lehet. Where cameras go to heaven. Oh man, they have those sweet ultrasonic lenses. Mi ez a tablet? Victoria has to have the bestest, newest, most expensive. Így óvatosan így leverni. Hát nem akarom én a gazdag csajnak a hülyeségeit nézni, meg piszkálni. Ezt hagyjuk. Hát te ki vagy, új egy számítógép. Le tudok ülni streamelni. Obviously Blackwell spent bank on the computers. Looks like somebody was already working on this. Cool. Ó, itt a low-cost Photoshop. Neon Wow. Jó, itt van, szétnéztünk mindent. Kate-tel lehet beszélni. Megnézzük Kate-t. Kate looks so sad and quiet today. Kérdezzük meg, hogy... Hi Kate. Oh. Hi Max. Ojjaj. You seem quiet today. Just thinking too much.
drinkeljünk valamit. Az mindig jó mindenre. Grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Házi ráját. Let's talk later, Max. Jó van akkor. Szomorú csaj is lekoptat. Ó, egyből meg is van. Instára a sztárfotó. Ezért egyből kaptam egy teljesítményt. Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. This is ridiculous. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. I didn't have any time. Way too much homework. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. This is ridiculous. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. Ezt is lenyúljuk. Whoa, Mr. Jefferson is not messing around with that monster. He probably paid 20 grand for that camera. I bet he gets pristine digital images. But I still dig my little instant camera. You can never escape the lighthouse here. Ez csak nem az a világító torony. Mikor annak még? Even in pictures, the forest around here always looks mysterious. Pompás. Kuka. Vannak kuka. Ú, mekkora nagy lapos tévé. Man, he even has the best plasma HDTV for a class monitor. Can't wait to watch some more documentaries on this bad boy. Jó. Here's the poster for the contest. Mr. Jefferson really expects me to Szevasz, enter. Huli. Why? I don't know if I'm ready for my 15 minutes of infamy. Hagyjad már a szinkront. Nem tudsz olvasni. Ugye olvassam fel, hogy mit szeretnél tőlem még. Na, menjünk valamára. Elég volt ebből az órában. Welcome to the real world. Úristen, tudom, mi hiányzott az életemben egy középiskola. I need a serious time out in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. I hate that class, it's so fucking boring. És akkor nem megyünk. She's so fucking shy. Yeah. iPhone-be. iPad. Vajon lesz copyright strike a zene miatt? Amúgy. Első epizód, metamorfózis. Jó, na már mindent is szét lehet dékházni. Rám ne csapd már az ajtót. I think that's Courtney. She's such a slave to Taylor and Victoria. Jó, ők a menő csajnak a gengje. These missing persons posters are popping up everywhere. Driving a car by the seaside. Most mi ez a vámpíros poszter? Evan doesn't say much to me, but his photos are very cool. Szekri. I hate having everybody see inside my locker. I love that picture of mom and dad. Hello, Jack. Kiss, kiss. Andy, you look totally fabulous, as usual. American girls like dollies.
Ő jó, pakolta a húsboltot. She's such an archetypal gorgeous cheerleader. Then I've seen Brooke hanging out with Warren. She seems like his type. Most én már nem bírom követni, hogy ki kicsoda és hogy ki kivel van. Auntie's a Vortex Club member. Itt éppen az ebédpénz átutalás történik. Na menjünk. Ez ugyanaz a csaj? It looks like she's been gone for months. Kaja, nincs egy kis kaja. Egy poszter. Most amúgy nekem hova kell menni? A budira. Képbe vagyok. Itt van Zachary és Juliet. Nagyon jó. Még több eltűnt személy poszter. Blackwell sure takes its swimming seriously. But otters are cute. Hajrá, vidre. Nézem meg az összes nyomorult tókát. You can really learn a lot about a school by the weird shit posted on the boards. Megyek, belépek valamelyik szektába. Hol van a mosdó? A férfi mosdó is jó. Hát nem. Megvan. Ki gondolta volna, hogy szembe leszel a női mosdó? Mondjuk biztos nem néznek hülyének, így sétálok neki az ajtónak. Empty, good. Nobody can see my meltdown, except for me. Mi a megszokás? Az, hogy sétálok neki az ajtónak, és elfelejtem kinyitni. Mennyi posztár van? Ó, ez király ez a tükör. I feel like the universe is taunting me everywhere I go today. It all started with that bizarro dream in class. Am I going crazy? Ja, a férfi WC, ja. Mindig is ki akartam próbálni, hogy mi lehet egy női WC-ben. Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Fuck it. Házi rip. When a door closes, a window opens. Or something like that. Pillangó hatás. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. Pillangó. Na, hol van a? Hogy lehet elővenni? Ez az. Kész, kép kész. Elnézést, de ez a női mosdó. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to three. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. Te meg mit akarsz itt? So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this, bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk-ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am, or who you're messing around with! Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do! I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs! Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Ez igen. Oh, és most fogunk ráébredni arra, hogy ő végül is az amerikai hírónak a murák vagyunk. Whoa. What the fuck? How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand.
And then I was back here. Yes, he likely was. These pieces of time can frame us in. I already heard this lecture. From light to shadow. From color. Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Now, shit! Can you give me an example of a photographer? I cannot believe this. Commodation in black and white. Okay, if I'm crazy, anybody? I might as well go all the way. Bueller? Can I actually reverse time? Hát egész hamar elfogadtuk, hogy így. Because of her images of hopeless faces. Aha, hogy így lehet így visszamenni az időben. Ja, és akkor így most megmentjük a kamerát? I did it. I actually did it. I'm a human time machine. Anybody? Max, don't freak out. Not yet. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her keep it together, Max. You feel like totally haunted by the eyes of those stars. Most I took my selfie, Jefferson asked me a question. If he does again, I'll know this is for real. Keep that to yourself. Seriously, though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not dreaming of course, this. As you all know, the it's real. Has been I can tell. The early 1800s. Your generation so I can go back in time. For selfie expression. What if that girl isn't dead yet? I couldn't resist. The point can I save that her? The portraiture has always been a vital aspect of art and photography. For I need to go to the bathroom quickly and check it out. Tanáról ki kell mennem kakálni. Since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits. Most már tudom, nem? Ki kell mennem? I'm sorry, but I really have to use the bathroom. Nice try, Max. But you're not gonna get away that easy. That chick on. We can talk more after class. Is there anybody oh, here shit. Who knows this? Jefferson wants to keep me after class. And I need time to save that girl. A process that gave portraits a sharp reflective style like Koska, a megyünk. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Tudtam, hogy ezt mondod. What if I rewind again and give him the right answer? Detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s. Most mit tanultam? Mit akarsz tőlem, játék? Be tudok most szólni a csajnak. Ez az, vissza az elejére. Now Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first Most el tudom mondani, hogy amit a csaj mondott. The Daguerrean process, invented by a French painter named Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. The Daguerrean process made portraiture hugely popular. Mainly because mondjuk ez egy kicsit csalás. Na, menjünk a budira. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. I'm not mad. Max is so far way ahead of that. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max, you are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. Gondolom, most nem fogok tudni csak úgy kimenni. Talán mennem kell, mert nagyon kell. I see you, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. Akkor adjon egy vödröt legalább. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Mintha ezt is mondta volna már. I'm not avoiding, just biding time, waiting for the elusive right moment. Exactly. Igen, közben lelőnek egy csajt a budiban. Don't wait too long. Mennem kell. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you. Ezt mondom. Most miért kell megint visszatekerni? Golyó. Ja. Kiszúrtam, megvan. Victoria, you still have to do your homework this week.
even if you're submitting your photo for the competition. Oh, el akarod kerülni a házit. Mit te kis macsak? I know, Mr. Jefferson. Na, húzzál meg nem. Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Most mindig el fogjuk mondani ugyanazt, amit amúgy elmondanának az emberek. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right answers, good. Make sure you finish working on it by tomorrow. Valahonnan tudom a válaszokat. Milyen jó lett volna az egyetemen? Na, ennyi most már. Tévé, mi mindig baszó a tévé. I hope I have enough time to get to the bathroom. Please, please. I can't tell anybody. They'll think I'm crazy. Spuri, szasztok. Cső, női mosdó egyből megvan. Itt jön a srác. Okay, Max, retrace every step. I washed my face. I shredded my photo. Then the butterfly flew in. Illangó. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Don't come on, put that thing down. Tell me what to do. Wowzer, it's happening again. People trying to control me. You are going I need a hammer to break it open. Oh, nehogy már. Would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho. Holy shit, I can't let this happen. Jó. If I can reverse time again, I can help her. Szekér. Oh, shit. Most miért nem lehet visszapörgeni rendesen? Mikor lő? Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Hol? Hát legalább kell visszacsavarni. Jó. Oké, meg lesz. Nyugi, meg lesz. Igen. Gyorsan, kalapács. Ne nézegesd, vegyed fel vele! Aha, szóval, hogy amit így zsebre vágok a múltban, akkor ez így nálam is marad. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Pew. No way. Don't ever touch me again, freak. Megmentettük a pompom lányt. Megmenekült a világ. Another shitty day. Ezt most így kimegy pisztolyjal a kezébe. This cannot be real. I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? Do not freak out. Ahhoz képest, hogy elég jól kezeli, hogy így tud utazni az időben, meg visszaforgatni. Excuse for what? For whatever you're up to. Your face is covered in guilt. The alarm kész a gonosz Peter Petrelli. Out of here, Missy, or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone and please turn off that alarm since that's your job. Egy jó asztalás biztonsági. And what now? Mr. Csoki igazgató. You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You could always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Hát el is mondhatnám, de ez most nem. I just got sick in class. Female trouble. Except you're wandering around like a zombie.
And do you think that's the first time a student has used that line on me? It's the truth. Eredeti volt. I felt dizzy in Mr. Jefferson's Just class. Tell me what you're hiding. You can trust me. There's nothing to hide. I got sick. It happens, you know. There's that teen toot again. You know, I've heard enough. Don't think I don't know what goes on around here. You've only been here for 3 weeks, and you're already causing conflict. I don't think your parents will approve when they find out. Now get outside with class. Please. Okay. No, he does not buy that at all. I may have just flushed my scholarship down the toilet. Yes, I could rewind and actually tell him the truth. Most mi legyen, mondjam el neked az, amivel lesz jobb? Bemószároljuk, úgy sem hiszi el, nem? Vagy azért kipróbáljuk, ha már itt a játék így mond. Vagy ezt gondolom ilyen tutoriál rész, hogy biztos, ami biztos alapon. Valahogy lehet, aha, igen, ezt akartam kérdezni, hogy lehet így gyorsabban vissza peregetni az időt. Még kicsit? Jó, meg vagyunk. You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You could always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Igen. Nyomjuk fel, kis köcsögöt. I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girls' room. Nathan Prescott. You sure? Yes. He was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know. I know. I just want to be completely clear what nem fog nekünk hinni. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family and one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. So what happened next? Then he left. Nem hisznek nekünk. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is a serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to me. Ez a szokásos kamuszöveg. That's it? After what I told you? We'll continue this discussion later in my office. Majd küldöm az értesítést, hogy mikor jöjjön, köszönöm. Of course this academic drone won't do anything since the Prescott family owns Blackwell. Ez esetlen nekem is. Should I rewind and change my story? Jó, hát nem, még egyszer nem fogom visszapörgetni. Nem lehet így hátulról így. Hoppá. Ja nem, semmi olyan. Na menjünk ki vele a kampuszra. Szóval a srác megvette kilóra, legalábbis a szülei a sulit. Így könnyű pisztollyal drogot árulni a női mosdóba. Úgy fasz a kis kampusz. Egy kis zöld. Micsoda. Kellene Nathan a szüleitől egy pár ezer dolláros kis jótékony utalás, és utána lehet, hogy elfelejtenénk azt, hogy te mit kerestél a női mosdóban, elővett pisztolya. Mennyi eltűnt személyposzter? Esze. Ezt most miből gondolták, hogy ha 500-szor kirakják egymás mellé, annak van értelme. Somebody really wants to find Rachel Amber. Kocsmaja. Megyek, keresek egy kocsmát. Itt van Miss Grant. Napló, úristen, de nekem nincs olyan gombom. Úristen. Ez a indexes messenger, vagy mi ez? Ő amúgy lány vagy fiú? Fizika tézé van, ez amúgy most az egyetem vagy középsuli? Ez középsuli mi? Képbe vagyok.
Tudtam, hogy fiú, egyértelműen tudtam, hogy fiú. Aha, most lettem 18. Kár, hogy itt Amerikában nem adják ki a Sesco-t még. Naplót. Hát először várjál, végig zongorázom a SMS-eket, vagy nem tudom mi ez. XO, Warrant megnéztük. Where is Napló? Ezt gondolom ez a Napló. Ez inkább a térkép. Húgy. Ja, tudtam, egyből meg lett. Elsőre. De hogy október? Ez nem esett le, hogy milyen időszakom. Igen. Ez így fontos, amúgy. Ez a Vortex Club. Hétfő. Milyen faszok is napló amúgy, mert jól tele van rajzolva. Simaliba. Huli, ez nem az a játék. Annak is eljön az ideje, de ez nem az a játék. Lehetett még lapozni, nem? Vagy csak én vagyok így balfasz. Úristen, ez ilyen hosszú, hát most nem fog itt fél órát, itt a szülinapom, fél órát így streambe felolvasni. Gyerekek nélkül. Úristen. Na jó, ezt majd nem tudom. Ennyire nem vagyok gyors olvasó. Végre mehetek új rucikat venni. Okay, I better get to my dorm and grab that flash drive. Haladjunk. Nem, ez a másik gomb, ez a play gomb. Akkor ezt végig kell olvasni, el kell vinni a pendrive-ot Warrennek. Arcadia Bay, ez egy létező hely? Igen. Tizenhárom, úristen. Na jó, ez tényleg nem vagyok hajlandó most így végigolvasni. Itt a pillangós fotó. Ez ki ez? I bet the Blackwell founders would shit cats if they saw today's student body walking around like zombies on their phones. Mert 13-ban is mindenki telefonnal kóvágó zombi volt. Kis aprót ki lehet szedni? This is a great image. All those rippling green coins. I hope everybody got their wish. Ja, értem. Kösz. This day has been so insane. Everything is happening too fast. And none of it makes any sense. These visions, this power. I keep expecting to wake up one more time. But if this is a dream, then I'm not asleep. Which means somehow I did rewind time. So there has to be a reason. And I have to find out why. Még ez is volt. Napfogyatkozás.
Ez nem a bebaszós lájfúli. Az egy másik csatorna. És így, most így, ez az. Menjünk valahol. Itt a könnyűvérő. Hello, te mit csinálsz itt? Jól vagy? Minden rendben? Csak így heverészünk októberben itt a padon, vagyis hogy a parton, vagy a fűben, vagy mi az? És honnan kéne tudnom, hogy hol van a szobám? Az egy ilyen menő gyerekkel nem foglalkozunk. Útjelző tábla. I need to go there and grab Warren's flash drive. Hát akkor menjünk el. Irány a kollégium. Come on, Logan, bring it, bro. Micsoda kolesz? Hol van a kapadált a szumma Gamma Géza háznak a logója? I need to go to my room and return Warren's flash drive. Ez mi ez? The Prescott dormitory? Good lord, Nathan's family owns my dorm? Ajaj. Egy drogos köcsögnek a szobájában lakunk, gyakorlatilag. Hoppá, tündérharci. Itt egy jány. I feel like Alyssa and I should be better friends. Hát akkor beszélgessünk vele. Hi, Max. Mit olvasol? What are you reading? Love today or die forever. Don't even say anything. It's a bestseller. What to say? Good point. Now if you'll excuse me. Érdekesebb a könyv, mint én. Hát jó, gengeljetek. Vagy ott kéne bemenjek. Nincs valami kerülőút. Ez mi ez? You'd think with all the rain here in Oregon, you wouldn't need to water the lawn. Ja, nem is merek fel egy ilyen. Blackwell has to keep the lawn and plants well manicured to look good on a catalog. Hé, itt így beláttam a falon. Nem. Nézzük. Itt van Samuel, a műtős segéd, aki szabad idejében sepregeti a leveleket. Hello there. Isten, mekkora perverz állatfeje van. You look busy, Samuel. I'm always up to something. Today it's sweeping, then painting windows. Just don't paint over the posters for Rachel Amber. You can't color over that sunlight. Me? You knew Rachel? How can you know a prism? You just stare in awe. Now I have to go paint windows. Ő nem százas, mi? She must have been popular. Even sunlight can cast shadows. Rachel did both at once, you know. She was like a battery. Positive and negative. What do you think happened to her? Ez nem egy értelmes mondatot. Samuel looks forward. Like a clock. See you later, Samuel. And watch your step around here, Max. After I sweep. I paint. Jó. Cső, Samuel. Akkor itt a menő csajokon át kell verekedni magamat. Magunkat. Mi van még? Itt a letargiás csaj. Megkérdezzük, hogy Mizu. Ó, mókus. Hello, mókus. Mondd a cheese. Csóri mókus. This is going to be too damn cute. At least it's on a cat picture. Hát igen, a cicás képek ideje lejárt. Csőkét. Hey, Max. How did you like class today? Megpróbálunk csak így óvatosan beszélgetni. I guess I don't care about much of anything today. Is there anything... Max, I'd like to be alone, if you don't mind. I'm sorry. Mindenki lekoptat. Hát akkor menjünk, vágjuk pofán ezeket a menő csajokat.
Gondolom erre kell menni. Vagy nem? Oh shit. There's Victoria and her mean girls. Ne haragudj már te kis ringyó, hogy miért itt kell süttetni a... Oh look, it's Max Caulfield. The selfie. What a lame gimmick. Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your waif hipster bullshit. The Daguerrean process, sir. You could barely even say that. I guess you got your meds filled. Since you know all the answers, I guess you have to find another way into the dorm. We ain't moving. Oh wait, hold that pose. Az új iPhone-ommal lőttem egy képet. Don't worry, Max. Apa vette, hozd. Before I post it all over social medias. Now, why don't you go fuck your selfie? Oh yes, Victoria. I'll Közben elkezdett szakadni a leső. Mármint így, IRL-ben. Keep walking, hippie. Beférek. Be fogok férni. Hát gondolom nem. Hát gondolom akkor itt meghekkeljük a létrával. I don't want to mess with that ladder and hurt poor Samuel. I just want to get Victoria the hell out of the way. Hey, hát itt állok, nem látod, hogy itt állok? Ó, nem is kicsit szakad az eső amúgy. Nem lehetne így ráborítani mondjuk ezt a állványzatot, vagy valami, ilyen kis... Egy kis egyszerűbb dolgokat. Gondolom azzal a vödörrel kell valamit csinálni, hogyha már így rázumolt a játék. Hát kezdődik, úgy érzem megint kezdődik, mint a Supra lennél, hogy most mi következik. A srácok. Cső, na onnát kölcsön a labdát. Lehet, hogy ebbe lehet szaladni is. Do you understand English? Get lost. Nem nagyon. Meg vannak itt. Hogy el kellett sétálnom annyira? Most mit tekerjek vissza? Igen. Okay, now where exactly is the sprinkler valve? That már fent van a izé. Locsoló, locsoló. Jé, ez nyitva. Jó napot kívánok, megjöttem. This main sprinkler valve looks easy enough to use. Hát akkor, hajrá. Nem, this main sprinkler valve looks easy enough to use. Hát kösz. Hát itt nincs semmi. There's only one way around this. Way. Igen. El kell csorni a izét. Várj egy kicsit, pillanat. I can't grab that. Samuel is way too close. Buheráld meg. Megoldva, okay, megoldottam. Let's see if this works. Itt egy kicsit így óvatosan így hátrébb állunk. És így óvatosan így elnézünk arra, hogy vajon mi fog történni. Szegény Samuel. Nem sieti el amúgy. Másszál már. Hát akkor én honnan tudnám? Júj! Close, but no cigar. They have to be right under the bucket. What the hell? Úristen. Thanks so much for almost ruining my outfit. You're so lucky that didn't fall on us. We'd see your ass so fast.
Ezt most nekem mondja. Hát nekem mi közöm az egészhez. Bum bum bum. El kéne zárni a csapat, vagy mi? Nem kell, szólok majd, ha valami van. Are you kidding? Look at this. Chill, Victoria. It's just water. Jaj, szegény. Water on my cashmere. Kasmír pulcsim, hogy pólom vizes lett. You look great. I can't even chill on the steps. Aha. Samuel, várj meg egy kicsit. Nem látnád, hogy Tamara ott mi újság van? Pont téged keresnek. Igen. Okay, let's see if this works. De úgy már nem lehetett volna bemenni simán, hát már nem álltak ott. De mondjuk akkor is jobban, hogy rájuk borult. Wait! Júj! Vizes fehér kasmír lett. Wet paint is not good for hair, nope. Get the hell away from me, weirdo! Hold on, hold on, we'll get some towels. Jaj, szegény, úristen, te szegény. It worked. Don't mess with Max, bitches. Ez az. Csicska. Hey, Victoria. What do you want, Max? Hát. Don't say a word, Max. Oh, wait, hold that pose. Csak eltakartam, hogy And no filter needed before I post this. Now please move. I've had a messed up day and I'm going to my room. You do that? I know where you live. So does Nathan. Maybe I ennek lesznek következményei. Now I have to get to my room, then see Warren. Ja, így nem lehet bemenni, csak így. És copyright strike. Room 217. No way in hell am I ever going in here. Victoria is going to be pissed we took so long. Is this a Vortex Club or a Victoria Club initiation? Truly pathetic. Micsoda kollégium. Oh, VP. Looks like nobody won this TP war. There's nothing left but ghosts. Nem se tudom, hogy is az én szavám. This is like the public DNA of our dorm. Oh, Victoria, give me a fucking break. B. Ó, közjáték, hogy így kiírod, hogy ez a szobám. Maci, egy félszemű Maci. Home sweet home. My favorite cocoon. Ó, jó sok fotó. Plusz Maci. Ahoy, Captain. At least I know you've got my back. When I swallowed your eye and my parents rushed me to the ER, I knew we were bonded forever. Na ennyi, bemártott minket, Mr. Csoki igazgató. Mik vannak itt? That's the only tourist picture I let them take of me at the Space Needle. That was a good hockey game and a great fight. Man, Kristen and Fernando were so drunk hanging on the Fremont Troll. Itt meg mi van? Philip Lorca de Corsia, my man. I don't think I could take my camera to those places. Look at that shot. I love Julia Cameron's Victorian vibe. Talk about analog cameras.
Ah, Dolly, what a fantastic eye. He could truly freeze time. Teljes mértékben egyetértek ezekkel a dolgokkal. DVD. Milyen one day DVD? I'll organize my film collection. One day I'll get an actual HDTV. Micsoda életcélom? Viránglocsolás? You are thirsty. I'm the worst baby mama. Drink up. Úristen, a viráglocsolásomnak is lesznek következményei. If I'm not looking through a viewfinder, I'm looking through a window. Always looking. I'm glad Kate let me borrow her copy of The October Country. I should have every Bradbury book for myself. Hát jó. Lehet így gitározni? Hadd szóljon. Valami menő zenét. Csak hogy legyen még egy ok a copyright strike-ra. Amúgy csak én játszok vele ilyen lassan, vagy ennyire lassú maga a játék is? Akkor jó, akkor nem aggódok. Mr. Maci, a lelkes közönség. Ez amúgy most így az idők végezetig gitározásban marad, vagy? Jó, hát akkor hallgassuk. Ja, hogy így ki kell lépni belőle. Ohó. És amúgy most itt mit kellene csinálni? Vegyünk fel valami menő lucit. It's not exactly pretty and pink, but no shits are given. I like my wardrobe. Would Man Ray call them selfie portraits? Jó. Shitty. I love that mom sent me a fat box of chocolate coconut bites for my birthday. And slipped in a $200 gift certificate. Oh, kösz, anya. She sure knows how to make a sad birthday happy. Itt mi van? Hard to believe I'm 18 now. I'm lucky my parents enabled my photo habit into adulthood. Happy birthday. Nagyszerű mindenkinek, hiányolunk és boldog születésnapot kívánnak. Na nézzük, mik vannak még itt. Mr. Párna, alvás, jegyzet. Warren even left me a little message with his flash drive. He's such a goofball. Micsoda? Fúj. Kannibál holokauszt. Nézze meg mindenki, aki még nem látta. Egy örök élmény. Ja, te eljössz, szembe is jutott, hogy a pendrive-ot kéne visszavinni mi. De hol van a pendrive? A számítógépben. Looks like Dana left me a little post-it note. De itt mindenki így be tud járni, vagy mi ez a sok üzenethagyás? Aha, szóval elvitte. Great. Now I have to go get the flash drive from Dana's room. Vannak bajok az ajtón való átkeréssel. You can't get out now, Dana. So tell me the truth or rotten there. Ajaj. Úgy érzem, bonyolódik a történet. Welcome to the real drama queens of Blackwell. So stupid.
Answer, you wuss. Hey, Juliet. Is everything cool? Oh, yes, Max. I've locked Dana in the room because we're cool. Azért kérdem. She's your friend. Friends don't sex with their best friend's boyfriend. Opa. No, probably not. How did you find out? Why do you care? Why are you even asking me? You never talk. Just zone out with your camera. That's why I'm talking to you now. What's my last name? Gondolom, most mondhatok bármit, aztán vissza tudok jönni az időben, úgyhogy Watson leszel. Juliet Watson. Duh. I'm flattered. I didn't even think you knew my name at all. Elsőre. Of course I do. Visszajöttem úgy az időben. Én is képes vagyok rá. So, how did you find out about them? According to Victoria, Dana would do anything to date a quarterback. According to Victoria? Huh. She saw the sex. And Zachary won't answer his phone. Once Dana admits it, she can go. Straight to hell. Max, I swear I didn't do anything. But I bet Victoria did. I know the proof is in her room. Akkor gondolom, most el kéne menni Victoria szobájába. Na, nincs térerő a kollégiumban. Is this a Vortex Club or a Victoria Club initiation? Truly pathetic. És melyik az? Jaj, itt a női mozdul. Aha, köszönöm játék, hogy ismét egyértelműen mutatod, hogy hol kell menjek. Egy óraország biztos mászkálnék itt, mire rájövök. Úgy. Ouch. Well, at least she puts her photographs out there. Unlike me. Sajnos a képei nem elég jók. Whoa, I had no idea Victoria's parents owned the Chase space. Ebben a sorban mindenki ilyen kulák. Those boots are made for walking runways. Dior, Givenchy. You could pay for my tuition with that ward. I bet Victoria put Juliet on her shit list after this article. Nem. Mik vannak még itt? Victoria hates Rachel Amber this much? How insecure. Ez igen. Ja. Hát ez nagy olvasási tudás kellett. Ez mi? Itt ez mi ez? Megnézzük ezt a könyvet is. Victoria is a real Jefferson groupie. Yes, Victoria has the best retina screen laptop. Let me just check to see if she... That's real nice, Victoria. And who the hell thinks I'm a hipster? Csoda Facebook. Gyorsan. Nem lehet kirakni, hogy... Nem tudom, mindenkit meghívok egy sörre. 857 barátja van. Biztos mindegyiket személy szerint ismeri. Igen. Boom! This is the email I need to show Juliet. Now I have to print this fast and get the hell out of here. Ez igen. Hogy kell kinyomtatni. Én nem értek ám ez internethez. Na, de már itt vagyunk, nézzük meg ezt is. Is she going to get a 3D printer for her dorm room? Maybe I will join her posse. Ez igen. Biztos rendeltem volna egy csomó hülyeséget, ha már így itt van hagyva. She's actually got a classic medium format camera with some awesome prime lens. Na, I hate jó, Victoria. Ó, micsoda menő. Képernyő kímélő. Hol van a nyomtató? Wi-Fi-s mi, hogy idáig eljött? This better convince Juliet that Dana is innocent. Te cuki. Itt egy ilyen kis cuki, ilyen kis oroszlán.
Na, hányunk innen, mielőtt visszajön ez a jó asztóált felgyemény. Cső, nézd csak, mit találtam itt véletlen az folyosón a lejtve. Juliet, read this. Of course. Nem volt nehéz meggyőzni. I'm an asshole. I'm sorry, Dana. You are. And I hope so. You really think I'd mess around with Zachary? No, but I get stupid jealous. I owe you dinner. Still love me? And you do my laundry. Thanks, Mac. Ennyit meg. You're like the Blackwell Ninja. Now let's see what Zach has to say about Victoria. You set me free. Thank you. Warren's flash drive is on my desk. Jó, akkor innen elmegyek. Almost done. Get the flash drive and then I'll go see Warren. Nincs esetleg nálad egy kis cuccos? Hol rejtegeted a cuccost? Itt egy levél. Egy bunkóbál, olvassuk. This is both sad and pathetic. That looks like a home pregnancy test. Amúgy a csajt nem zavar, hogy itt így széttukálunk mindent. Max, that's mine. Thank you. Köszönöm. You're not helpful. You're just nosy. I think you better go. Most mi? Nice, Max. You hurt her feelings by being so damn nosy. Jól lenne, nem kutakodunk. But I could rewind and make it up to her. Akkor megkérdezzük, hogy Mizu. Hey, Dana. Seriously, thanks again. I can't believe Juliet locked me in my own room. Real mature. Poor Juliet gets her rage on. I hope she doesn't kill Victoria. Zachary should worry, too. As if I'd let that ego case jockstrap touch me. But I bet Victoria would be all over that action. Or has been. Max, you're smart to be a loner here. Though Warren obviously likes hanging with you. Micsoda. A rendes srác, megy a friendzone-ba. He's a good guy. A geek like me. You saw the files in his flash drive. Tons of crazy shit. Films I've never even heard of. And in a special folder called Max. Yeah, okay. I gotcha. Are you blushing? Go ahead and grab the flash drive whenever. I assume Dana kept the appointment. Aj, aj. Lehet, hogy mégiscsak terhes. I can't even imagine what life would be like being a cheerleader. Dramatic, I guess. Fúj, amcsi konnektor, fúj. Pendrive? Must protect my precious, so Max never has to chase it down again. Ez igen. Ez egy USB 2-es. I better make sure everything is still in there. Ha már itt vagyok. I forgot to hide the party buster folder. Not that I would open it no matter how tempting. I have my self-respect. Okay. Now I feel too wiped out to leave. Jó, akkor nem kérdezzük meg azt, hogy az a tesztot vajon miért mutat pozitívat. Jó kis CRT TV. Mik Good vannak Lord. Még itt? Dana really was on her own. Mondom én. És ha most próbálom meg elcsorni? Max, that's mine. Thank you. Azt hittem, ez egy pendrive, bocsi. You're not helpful. You're just nosy.
I think you better go. Nice, Max. You hurt her feelings by being so damn nosy again. Jó, but nem lesz szuka. I could rewind and make it up to her. Visszatekerik úgy, hogy még egy kicsit. Jó. Akkor most így nem vettük el. Hey, Dana. Most Dana. Meg lehet kérdezni. I'm not trying to be nosy, but I heard a rumor about you. What? Who told you I was pregnant? Eddig senki. They just acted like it was bullshit. I just wanted you to know. It's like a goddamn reality show around here. Can you keep a secret, Max? Hogy ne tudnék. Of course. I was pregnant. Was. Hoppa. Oh. What about the other? That'd be Dad. You can catch him on the 40-yard line this Friday. And it's not Zachary. Sorry to pry. It's not my business. And I won't be at the game Friday. Not much school spirit, I guess. I like your spirit, Max. Anyway, you better get that flash drive so Warren has an excuse to bug you. Most még sincs nálam a pendrive. Ja, de ott van nálam a pendrive. Hát akkor cső. Jé, tükör. Na, no, már nem lehet vele beszélni. Jó, megyek, már megyek. Igen. Ne, nem működik a budi. De ha ő nem tudja, hogy én tudom, de én tudom, hogy ő tudja, hogy én tudom, hogy ő nem tudja. Hoppá, nem ezt akartam. Ne, nem ezt! Ne! Oh. Most akkor elmondta, vagy nem mondta? Most csináltam egy véletlen visszaugrást az idővel. Hey, Dana. Jó, akkor ez is még egyszer. I'm not trying... What? Nobody important. Igen, igen. It's like a goddamn reality. Persze, tudok. Igen. 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 Nem az én dolgom. Sorry to... I like your spirit, Max. Csőcső. Jó. Mi újság van? Akkor most meg kellene keresni ezt a srácot. Csak meg kell nézni, hogy mit írt. Itt nem volt valami SMS valami. Itt van. Oké. Hát akkor ráérsz még egy kicsit. Nem, megyünk már, megyünk. Fuck this shit. Ow! That hurt. Damn. I better rewind. Most ezért. Ó, ennyi idős vagy, azt így. Csak már fejbe vágtak labdával. Fuck this shit. Way. Alyssa, move your head. If you insist, Max. Hoppa. Now that's what I'm talking about. I actually helped somebody. Ajaj. Hey, haver. Get lost, hipster. I'm not doing any interviews. Azért megnézem, mit csinálsz? Tinderezel? Miért tinderezel srácokkal? Amúgy. Csak úgy kell. Nem mintha baj, csak úgy kíváncsiságból. Ja, amúgy bevártad az ablakot, csak szólok. Na, irány a parkoló. Itt van ez a csodálatos térkép, vagyis egy útjelző tábla. Amin nincs rajta, hogy merre vannak a térképek. Hogy merre van a parkoló. I always get a little giddy when I think about having my own room here. De gondolom itt így vissza. Wee! So don't think I'm blind. I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? Kiss a joke. Oh, and leave me alone. Hmm.
Ha tudok időutazni, akkor nyilván beavatkozok. Hey, why don't you leave her alone? Excuse us, this is official campus business. Excuse me, you shouldn't be yelling at students or bullying them. Hey, hey, nobody is bullying anybody. I'm doing my job. No, you're not. You're part of the problem, Missy. I will remember this conversation. Oh, Max, that was great. I think you scared him for once. I have to go, but thank you. It means a lot. Anytime, Kate. Ezzel a csajjal is van valami, ez se százas. I felt like an everyday hero helping Kate, but now Officer David Dickhead is after me. Maybe I should rewind and mind my own business? Nem, nem. Ja, az összes ilyen döntést én megkérdezni, hogy mi lenne, ha máshogy döntenénk. Copyright strike. Copyright strike. Ott a mókus. Aha. I'm glad I stepped in that time. Can't stand to see people being bullied. I don't get it. How could Zack and Victoria do that to me? Hi, Aye. Sagging child. How are you doing? Oh, hey, Max. Sorry, I'm still screwed up. Sorry you had to find out about Zachary that way. Or anyway. Better sooner than later. Now that skank Victoria won't be laughing behind my back anymore. Have you talked to Zack yet? Mr. Badass Football Hero is such a chicken shit. He said he sexted Victoria as a joke. Ha ha. I think Warren wants your attention. He usually does. Hang in there, Juliet. See you around, Max. Mindig jó küldeni egy random képet a pöcsödről. I wonder bármire is jó lehet. Samuel has to repaint that. Okay. Max, get your ass over here. Hogy beszélsz te velem? Hát egy ilyen fostos lada szamarával idejössz, azt így beszélsz. Hát, na, tudod mit. And there's Warren. Did he actually buy a used car? Yo, Max, check it out. Look at Warren in his way back machine. He's a brave man. Ez be van ragasztva, ezért. Na nézzük, mennyit érne ez az autó. Na cső. What up, Max? Itt a pendályod. Here's your flash. Thanks. No problem. Check out my new wheels. Cool. Very old school. 1978 to be exact. Now we can go to the drive-in. There's one in Newburgh just 60 miles away. Irányom, Mackie. Long time, Warren. But then, so am I. You okay? It's been one strange fucking day. Man, I saw that Victoria didn't take down that pic of you on Facebook. Major bitch move. No worries, Warren. I took a sweet shot of Victoria I can't wait to share. Oh, score one for Team Max. It would be so karmic to see her ass clown face all over the interwebs. I guess she does deserve it for all the shitty things she's done to people here. So, did you get a chance to check out the movie booty on my flash drive? You had some cool shit on there, from Akira to Twilight Zone, which seems apropos today. I consider myself a pop cultural pirate connoisseur. That does sound better than thief. Ha ha. Make sure you watch Cannibal Holocaust. Láttam, nagyon jó volt. Seen it. I was more disturbed by all those emo vampire movies in there. Can a sensitive high school boy love sensitive vampires too? So you're sensitive. Ouch, that sounds awful the way you say it. No, I was impressed you had faster pussycat kill kill. Russ Meyer was a genius of black and white. Plus, babes with breasts. Who would beat your sensitive ass down? If I was lucky. Speaking of hip and fast, we should cruise out in my car to an actual movie this week. But you seem distracted.
Mondjuk el. Hát, mit tudom én. Nem is ismerem ezt a srácot, úgyhogy mondjuk el neki. I need to talk to somebody. Just to get it out of my system. Dr. Warren Graham is in the house. I won't even prescribe you any meds. Tell me everything. For reals, Warren, this is between you and me, not social media. Don't insult me. Max, go on. I had this incredibly bizarro experience in Mr. Jefferson's class today. Aye, aye. Ez egy fura hangzik. Life-changing. Have you ever had a dream so real it was like a movie? Max Caulfield, right? You're one of the Jefferson's photo groupies? I'm one of his students. What the fuck ever? I know you like to take pictures, especially when you're hiding out in the bathrooms. You best tell me what you told the principal, now. Oh my god, Mr. Kulak, gyerek. Answer me, bitch! What are you talking about? I know you're new here, but don't even play stupid with me. I'm not new. I've lived here for years. Then you should know the Prescotts own this shithole. Then you don't have to worry about me. Worry about yourself. Do not analyze me! I pay people for that. Worry about yourself, Max Caulfield. Take a step back, Nathan Prescott. Oh man, you're telling me what to do? Get away from her, dude! Yo, come in. Hey! Leave him alone! Nobody tells me what to do! Not my parents, not the principal, that. Or that whore Wait, in the bathroom! No. Max? Chloe? No way. You again. Warren. Oh, go! I got this! Ooh, copy. Man, Max! Get your punk asses out of there now! Don't even try to run! Nobody messes with me! Nobody! És megjött a gonosz Nathan Petrelli, vagy Peter Petrelli is a végére. Man, Nathan Prescott is messed up and dangerous. This day never ends. Oh, and thanks, Chloe. After 5 years, you're still Max Caulfield. Don't give me the guilty face. At least pretend you're glad to see me. Manöver. I am seriously glad to see you. Oh, and thanks, Chloe. It makes perfect sense I'd see you today. Yes, it's been that kind of day. So what did that freak want with you? Hopefully nothing after today. So, how do you know Nathan? He's just another Arcadia asshole. Your friend really took a beat down for you. Warren? Yeah, I owe him big time. You're not the only one in debt. And you're already causing trouble. I thought it would be quiet here. Feels so weird to be back. So I guess Seattle sucked hard? I guess. It was cool, but I felt kind of lonely, out of my league. I would think you'd fit right in with the art school hipsters. Right. You look like the cover of hipstergirl.com. At least you're still a smartass. That's why I'm here. Please, girl. You came back for Blackwell Academy. Csak a tanár úr miatt jöttem vissza. He was a pretty famous photographer in the 90s. I've always loved his work. Szétesett a szín. Teach. I'm glad you found a good reason to come back. Don't you think I'm happy to see you? No. You were happy to wait 5 years without a call or even a text. Lemerült a telón. I wanted to. I was just so tripped out over leaving Arcadia. Oh, please. I'm sure your phone and laptop were frozen in time. You're merciless. You've been at Blackwell for almost a month without letting me know. Enough said. I just wanted to settle in first and not be such a shy, cliche geek. I totally would have contacted you. I bet you don't use these sad excuses on Mr. Jefferson. Don't use them on me, Max. Hát nem vette be a kamuzást. Haven't heard that one in a while. Not everything changes. Except my camera has officially taken a shit. My step douche has a boatload of tools. Maybe you can fix it at my place. I need very specific tiny tools. Bird alert. My stepdad has a fully stocked garage.
And he actually is a tiny tool. Egy kicsi szerszám kell hozzá. A zászlónak kint kell lenni, feltétlen. Milyen látványosan fúj a szél amúgy néha. Húgy, ott is átfújt. Come on in, don't be shy. The house still looks nice. Home, shit home. Tyúk, ott egy tyúk. Mindenkinek ugyanaz a képernyő kímélője. Hol a tankcsapdás poszter? My room looks a bit different than the last time you saw it. It's cool. At least we can chill out. This isn't exactly my chill out zone. My stepfuhrer makes sure of that. Most a fűre. Come in, close the door. Put on some music while I medicate. Ez az. Még egy copyright strike-ot akarok. This postcard is from Rachel Amber. Szóval ő ismeri Rachel-t. And it reeks like dirty laundry. Gross. Milyen szaga lenne. Itt is át lehet turkálni mindent is. Vagy nő meg fog haragudni, hogy így szétpakolok. Dude, you broke my glass snow dough. Uh-oh. Nem. Nem törtem el. Magasságmérő. Chloe was always taller than me. We made her dad keep track of her height. De, ez elég szomorú. Ja, a vége az, hogy apa meghalt. Nothing but junk in this suitcase. Sörös üvegek. Chloe's dad built this dresser. Hol kell lejátszani a zenét? Doboz, elosztó, papír. Damn, Chloe does need a lot of money to get out of Arcadia. TV, hifi, megvan, megtaláltam. It won't play without any power. Úristen, villanyszerelés jön. Elosztó, igen, elosztó fel. Világít. Tadá! Túlmentem. Néz. Houston, we have the power, but we need to find a disc. Úristen, ezen nem fut a Spotify. Mi az, hogy CD? Hol van a CD? Oh, this is a flashback to youth. Our super secret closet lair. Hol a CD? So tell me, what does Max Caulfield do for fun now that she's a grown-up? Egész este partizok. Hát pont az jött le eddig. I don't feel grown up, just more confused as I get older. Especially after today. Gee, thanks. I was hoping to hear something positive. About me? No, about me. Duh. I thought you'd at least be happy taking photos. Forget it. I know my room is a disaster, but you can find a disc. Ez mi? Pitz turás. Chloe and her dad were so close. Cica. Hol vagy CD? A laptop, asztal, CD. So it was Chloe who printed all those flyers. Kuka? Chloe's trash overflowing. Nincs is benne semmi. Egy eredeti másolt CD. Hát akár ezek után egyértelmű a copyright strike. És itt egy kép Rachelről. Hey, give me that! Sorry, I wasn't trying to be nosy. Obviously, she was a good friend. Putting it mildly.
So, who is she? Do you mind talking about her? Rachel Amber. She was my angel. After my dad died and you moved, I felt abandoned. Rachel saved my life. Man, I had no idea. Well, you never made much effort to find out. I was 14. We were best friends. So, Rachel took my place. I'm glad she was there for you. Rachel had my back. We were gonna kick the world's ass. You would laugh at how different we were. She wanted to be a star. She looks like a model. That was her plan. Our plan. Get the hell out of Bigfootville and into Los Angeles. Miért akar mindenki modell lenni? So what happened? Did your folks, your mom, try to stop you? My mom was too busy hooked up with Sergeant Shithead. I feel the love. Now, when did Rachel actually disappear? 6 months ago. She just left Arcadia. Without a word. Without me. What about her parents? Are they looking for her? They're in denial. Max, I know she's missing. I assume you know more than that. Before Rachel left, she said she met somebody who changed her life. And poof. And you haven't heard anything from her since? Like everybody in my life. My dad, you, and Rachel. Gone. Can you put on some music now? Persze, találtam ezt a másolt TNT CD-t, berakom rögvest. Gondolom, most nem lehet még egyszer beszélni. I guess you love awkward silence instead of music? Amúgy igen. Szeretném kérni a Trock 1-et. Ó, ez ilyen vicces cigi, mi? Anyway, you can find tools to fix your camera in the garage. Chloe, are you okay? Sure, I'm awesome. I just want to blaze and be alone for a moment. My step-ass keeps tools down in the garage. I bet you can find something to fix your camera. No, akkor nem akar beszélni. Ki lehet így lootolni a házat, hogy így ezt azt elcsolni? You can't go home again, said Thomas Wolfe. But here I am. Ez itt a garázs? This must be Chloe's parents' room. Man, I am nosy today. Ott közben kapta egy galamb. Joyce still works at the diner. And Chloe's new dad is a security guard. Uh-oh. Ajvé. Oh shit! Poor thing. I bet I could do something to save it. Gondolom, így nem megy neki a modell. Most mi van? Úristen, hogy kell? Igen? Igen? Itt már kapta a modell. De ha megmentem a madarat, akkor itt a nyitott ablakon be fog jönni, nem? Felfordítja az egész lakást. Vagy nem? Ez már itt van, nem, még nincs itt. Jó. Most jön. Nem jön. Act, React, or Die, a 21st Century Survival Guide.
Apocalypse self-help. Szambázzunk le a szerszámokért. Mielőtt még áttúlom tényleg az egész házat. Wrong way. Ja, innen jöttem. Ustam. Bejött. Lemaradtam arra, hogy bejött a madár. És az baj. Hol van a madár? Tyúk. Ja, ott van. Beninjázott. You've been resurrected, birdie. Fly, be free. Lemaradtam. Na, menjünk akkor lefelé itt. Egy kis szerszámér. Security. Mindenhol van egy security is. Posta. Doesn't look like the Price family is rolling in dough these days. Ajaj. Nope. Ajtó. Zárva. Mik vannak még itt, amiket így meg kell nézni? Jött egy e-mail kéttől. Oké. Megköszönt, ó, itt is van egy tévé a konyhában. Megköszönt, hogy rászóltunk gonosz Petrellire. Joy still works at Two Wells Diner. Két bálna kifőzne. I better get one soon. Nem, nincs valami kupon. I haven't seen this place in 5 years. Seems like forever. Minden ajtót kinyitunk, hát ha ez egy olyan veszélyes környék. Brr. I can feel autumn pushing out the summer. Október van. Nem állok itt neki hintázni. Messe a garázs. Ne akadj már fent azon a fél... Mindenhol sörös üvegek vannak. Jó kis környék ez. Itt egy BBQ. Hát akkor nem erre. Itt egy elszáradt virág. Hát ők sem rendmániások. Aha. Itt egy laptop. Nézzük meg, hogy mi újság van. No password. Like it would help me find tools anyway. Ezt nem törjük fel. These are way too big. I need tiny tools for that camera. Ó, hát miért nem? Hát ott minden is van, amivel meg lehet javítani. These are way too... Igen. Hello TV. Annak lehet következni, hogy kinyitottam a tévét. What the? Chloe's stepdad actually installed cameras in the rooms? For reals? This guy has serious trust issues. Do Chloe and Joyce even know about this? Ez igen. Hát a hazahozta a munkáját. Még jó, hogy nem volt semmi olyan videó betöltve. Itt egy térkép. Wowzer, a map of Blackwell Academy. I wonder why. Ja, itt vannak a kamerák. Ezt olyan miért kell neki tudni? Nem lehet becsukni. Úgy, soha nem is nyitottuk ki. Mit kapcsoljak be? Ja, fény. Semmi olyan céltábla. Ráadásul még úgy látom, fegyverpuzi is. Hogy ezé? Hogy ő a gonosz Peter Petrelli. Összeérnek itt a szálak, ám összeérnek. Chloe's stepdad is head of security at Blackwell. He wants to put surveillance cameras all over the school? How paranoid can you get? Minden polcot áttúrunk. This is so lame. Kaja. Ú, egy kis Look kaja. At all that food.
That's like enough spam for 100 years. Kis majó. Kis bab. Imádom ezeket a menő márkákat. A baba márkájú baba kedvencem. Itt egy Verda, téglán. Check out the muscle car. Chloe's stepdad must be a gearhead. Ez mi? Itt szarvas. Poor little deer. It's not enough to kill you, they have to display your head. Hát igen, ez cseszett jól néz ki a műhelybe, egy kitömött szarvas. Papírok, ott biztos ott vannak. I wonder what's in those files up there. Shit! Butterfingers! Hoppá! Itt lesz egy kis időutazás. Jó. Azokat a fájlokat nem nézzük meg. Vagy mi van, ha leverem? Megnézem, aztán visszaforgatom az időt. Kate Marsh? Why the hell would he have pictures of her? Okay, this is getting totally weird. Aha, 200-ig rájöttem. Ha már tudunk utazni az időben, nem kell jó fejnek lenni. Igazából mindent meg tudok csinálni, amit meg akarok, aztán visszajövök az időbe, és ó, hát sose csináltam ezeket meg. Amúgy ez elég beteg, hogy így vannak így fotói. És... Tjum! Visszamegyünk az időben, az olaj kifolyik belőle, és tádám, soha nem történt az meg. Kezdek ráérezni a játékra, hogy így miket lehet itt csinálni. Nem nagyon, csak egy kicsikén. Valahol biztos itt van az izének a jelszava is. No password. Like it would help me find tools anyway. Beírom én a jelszót. Oh, köszönöm. Ezt már néztük. Hol vannak itt a szerszámok akkor? Yes! Score! Oké. Mit nem néztem még meg ezt? Megnéztem, itt van a kép a Petrelli gyerekről. Ki gondolta volna, hogy katona volt? Igen. Chloe's stepdad is head of security at Blackwell. Nincs semmi más. Ezt is megnéztük. Nothing. This is so lame. Itt az autó, a trófea. Fűnyíró, a izék. Cool, now it's opened. Shortcut. Meg lett nyitva a shortcut. Akkor nem itt kell lenni a szerszámoknak? Nem azt mondta, hogy itt van. A garázsban. Úgy. Még több kaja. Oké. Okay. Vagy még itt van valami szekrény, amit nem néztem meg. Ezt néztem. Itt van valami karton. Ez cél, vagy minden. Itt ezt még ezt nem néztem meg. Itt mi van? One of these guns is missing. I hope Chloe's stepdad isn't packing heat. Lámpa le. Itt van valami ajtó mögötte. Gondolom, de nem tudok bemenni. Ezeket 16-szor átnéztem. Ez meg már messze nem a garázs. Ó, hogy ott fent? Boom, precision screwdrivers. Except I can't reach them. Miért kapcsolnám be a mosógépet, vagy mi ez? That does not look stable. Ja, hogy azzal így leveretni? 200 IQ. That was very smart, dumbass. No can reach. Miért nem? Ajaj.
Man, I should have done that before they fell. Ah. Köszi. Igen, jó. Ilyen hangi van az időutazás, nem? Ja. Itt tartunk. That was very smart, dumbass. No nem, még nem. Még kicsit visszább, még egy kicsikét úgy. Úgy, ilyenkor vissza kell tekerni a pontig. Nem. Jó, be van tolva, be van tolva. Jó, és akkor most bekapcsoljuk. Kikapcsoljuk. Nem hagyunk hátra nyomokat, nehogy így kiderüljön, hogy én valaha is itt jártam. Yes, you have mad skills, Max. Ta-dám, csavarhúzó. Nem lehet szétszedni a laptopot, kivenni belőle a vinyót. I should go back upstairs before Chloe freaks. Most miért? Mert egy fél órája kóvályok itt a házukban, anélkül, hogy tudod, hogy mit csinálok. Biztos állazult már. Ja, hogy a pontig, aha. Értem én. Na, melyik Chloe nem lehet pisilni egyet így. Itt vannak a cuccok. Wow, dark. I cannot see anything. Na, nem lootolunk itt mindent, ez nem a PUBG. Igen. Itt egy fénykép, ezt már néztük. Ez még mindig a madaras ház, vagy szoba. Most a madár itt fog lakni örökre. Mhm. Ja igen, a rongvélyes ajtó. Meghoztam a csavarhúzót. You found the tools. Sweet. You can sit at my desk and fix your camera. Kösz. Elég furán tartja azt a csavarhúzót. No way. Nem működik. Jó, talán vagy varva. I can't fix this thing. Are these your new photos? Yeah, I just took them today. Let me see. Booyah, you skank. Karma's a bitch. Nice framing, too. Wait, I've seen this before. No way. When did you take Hoppa. This? You, this photo you brought? In the today, you set off the alarm. That's why Nathan raged after you. Kiderültek a dolgok. You hella saved my life. Now tell me the truth, Max. Hát csak elmondjuk. I was there, hiding in the corner. Damn, you're a ninja. A ninja would have cut Nathan's head off. I just took a butterfly photo. That egy pillangó ninja vagyok. Oh yeah, I almost wet myself when I saw the gun. So, did you recognize me? Hát nem. Not at all. Your hair and clothes are so different. I hope so. I'm sure this is all so weird to you after coming back. Like you said, it's been that kind of day. Ez egy ilyen fura nap. So you must have overheard our conversation. Egy kicsikét hallottuk. Just a bit. There's no way you can hear every single vowel. Okay, I only heard something about money, drugs. But that's it. Now for the big question. Did you tell anybody? Yeah. Absolutely. Nathan Prescott had a fucking gun on you. Gutless prick. That was scary. Who did you tell? The principal. But he didn't seem to believe me. The principal? Are you still 12? That drunk jackass only cares about cash for Blackwell Academy. Hát erre rájöttünk. I didn't mention you at all. Swear. Thank God. I'll tell you more someday. And I seriously owe you, Max. Nem lehet neki elmondani, hogy amúgy így tudunk utazni az időben, ha már ilyen nagy régi barátnők vagyunk. I know it was your birthday last month. Ja, kávé.
This was my real father's camera. I want you to have it. Ooh. That's so cool you remembered my birthday. But I can't take this. Of course you can. My dad would be pissed if I never used it, and now I know it'll be used awesomely. And I'll snag this picture as a symbol of our reunion. Cool? Yes, of course it's cool. Thank you. This camera is so sweet. Ingen now that we got that mushy shit out of the way, I feel like stage diving. Let's thrash this place. You're crazy. Yep, I'm fucking insane in the brain. Let's dance! Shake that bony white ass. Or take my picture with your new camera. Jó, szóval ez a track egy. This day couldn't get any stranger. Na csá, nem lehet elmenni. Hát akkor lőjünk egy fotót. Mehet ki az Instára. Hashtag őrült csajok. This song fucking rules. Can't dance, hippie? Come on. Rock out, girl. Yes, break it down, Max. Yo, turn it off. Dude, the music's not even on! I guess Petrelli. Oh, no fucking way. You need to hide now. My stepdad will kill me if he finds you here. Chloe, what's going on? Open this door, please. Chill, I'm changing. Is that okay? Max, find a place to hide now. Chloe. I'm coming. What are you doing? Chloe, you're stalling. I'm changing. Give me a minute. Don't get smart. Just... let me in, now, please. 1 second, my bra is... I'm changing, give me a minute. Don't get smart, just let me in, now. Ez az... 1 second, my bra is... Pillanat, stuck. Egy pillanat, már bújok is. Around, soldier. Chloe, open this door. I'm giving... Shit. What's going on in here? Jesus, I'm just trying on clothes. You're so friggin' paranoid. Yeah, combat will do that to you. Oh. Mr. Kamin Chao. One of my guns is missing. Did you take it? Oh god, I didn't take your stupid gun. You do know I believe in gun control? Wait, is that grass? You been token up again in here? Oh yeah, ez ukrán piloki. Nem látod, hogy ez egy ukrán piloki? I'm sick of your disrespect. Tell me the truth. That's an order. Whose is it? Vigyük el a balhét. I'm sorry. That was my joint. Ennyit megér egy ingyen kamera. I don't like strangers in my home. Especially dopers. So you're bringing drugs into my home. How about if I call the police? That'd screw up your spotless Blackwell record. You do seem to get around, Max. I'm sick of you losers dragging Chloe down. Missy, you sure do like to pop up and start trouble. Like this afternoon. You don't have anything smart to say now, do get you? Get the hell away from her, man. Stop harassing my friends. You don't have any friends. Like you know. You're not even a real cop. You're a fucking security guard. Hoppa. I was a soldier, Chloe. And Max, én is a Call of Duty-ban többször is. You'll learn all about real trouble. Because you're such a badass, Max, let me show you my new toy. Csak nem a pisztoly. I'm Price. Chloe Price. Bang! Jesus, put that thing down. Chillax, sister. It's not even loaded. Yet. I thought you believed in gun control. Yes, I believe I should control the gun. It's the men who need to be checked. You trust Nathan or David? Thanks for taking the heat. We totally smacked his punk ass down, Max. He's no match for you and me now. That was an epic win. GG. Anyway, let's sneak out the window. There is one cool place we can hang in this hick hole. Hát mégis nála a legegyszerűbb kivenni a... Man, that did not go well for me. If I want to keep my Blackwell scholarship, I shouldn't lie for anybody. Even Chloe. I have to think about my own future. Gondolom, akkor ez most így ennyi. Itt kimegyünk az ablakon, és viszontlátás. You're giving me a look I haven't seen for a while. What's the problem?
Why steal a gun from your stepdad? You know you're gonna get busted. Or somebody like Nathan will bust me with a cap. Screw that. I need to cover my own back. Your stepdad won't let you off the hook that easy. What the hell does he need another gun for? To mow down Bigfoot cheerleaders? This is all just so scary. I know, Max. But I do feel safer having a 9mm in my pants. Well, I don't. Guns make me nervous. You should be playing guitar, not playing with a gun. When assholes stop threatening me with guns, then I'll stop playing with mine. Your gun can't stop a bullet in your back. Max, I'm not looking for trouble. I just want protection. If anybody in this country should have guns, it should be women. Amúgy valamilyen szinten igaza. De gondolom ez majd később kiderül. Na menjünk. És a madárból nem lesz semmi, az így kész. Ott fog élni. Az ő új szobája is kész. Ez csak hogy egyszer majd kiderül, hogy mi lesz vele. Jé, világító torony. Bambi, itt van Bambi. Isn't this awesome sauce? Totally reminds me of when we were kids. Come on, slowpoke. Hold on. I haven't been here in forever. So why do I feel like I was just here? Mintha álmodtam volna erre. This is the exact same path I was on during my nightmare today. Oké, cádékú. És most is jön majd a hajó, a repülő hajó. Itt még nem dölt ide a fa. Itt egy tyúk. Oh, this will be a great nature shot. I got you. Annak még itt nézzük. Itt van... Ez mi ez? Ezt gondolom jó szögből kell nézni. Jó. Hello, cute little squirrel. You and me. Stare contest. 1v1, gyere. Hát nem, ebből nem lesz. Nem lesz címla fotó a National Geographic-nál. Itt egy tábla, még jó, hogy ki van írva. Menjünk itt fel. Keressük meg Chloe-t. Itt egy kis szemét. Most már a játékokban is szemetelnek az erdei utakon. Gusztustalan. Ó, valaki rámért. Miért? Ez igen. Ú, tényleg, szerencsétlen, nem tudta meg, hogy tudunk utazni térben is, ja, nem csak időben, térben nem. Kapta a gazdag sráctól. They can always escape. Mindig elfeltem, hogy abban úgy lehet futni is. Itt egy fatörzs. Oh my god, I forgot all about this. Too bad I can't rewind that far back. Jó. Térkép. Halálfej már rajta van. Wowzer, Chloe drew that to mark our tree fort. So we'd always be able to find each other in case of emergency. Oké. Okay. Looks like the youth of Arcadia Bay still come up here to party. I never made it. Eddig. How long has that been here? Me? Yeah. Milyen kis majom. The Bigfoots are everywhere. Yeti. Úristen. Itt lakik a Yeti. Bár ez van a világító toronyba, így felmegyünk. Too bad it's locked. I remember racing up and down the steps. Hát akkor nem megyünk be. Ha megnézzük itt a naplementét. Így, this would be a nice photo of Chloe,
framed by the sun. És akkor miért nem lehet így lefotózni? Na, mindegy. Sure you don't want to be alone? Have a seat, Pete. You're in a good mood. Seeing my step dork get played makes me happy. I'm not as brave as you. And David is indeed a step douche. I'm sorry you had to experience it firsthand. You have to live with him. Has he always been this way? Ever since my desperate mom dragged his ass to our home, I never trusted David. He freaked out on poor Kate Marsh today. I know her. She's cool. Only that prick would bully her. He has some kind of weird agenda. He has a lot of secret files. Rambo still thinks he's gathering enemy intelligence. Did you take a peek? Well, yeah, I couldn't help it. Never change. What did you find? Creepy photos of Kate Marsh, other Blackwell students. This dude takes his job too seriously. He still thinks he's a Silas is a chow. He's a total surveillance. Már elsőre láttam, hogy vannak bajok a processzorral. Chloe, your house is under surveillance. What are you talking about? There are cameras all over the house. I saw it on a monitor in the garage. I knew it. He's so hella fucking paranoid. I'll keep this a secret for now. Sometimes ignorance is bliss. No wonder I'm so miserable. Everybody in this town knows everybody's secrets. Hát egy kis faluba. Nézzük mi Nathan titka. What's Nathan's secret? He's an elite asshole who sells bad shit cut with laxative. And he dosed me with some drug in his room. What? I met him in some shithole bar that didn't card me. He was too rich for the place and too wasted, and he kept flashing bills. Just tell me what happened, Chloe. Now. I was an idiot. I thought he was so blazed it would be an easy score. You needed money that bad? Actually, yes. I owe big time. Aye, aye. And I thought I'd have enough for me and Rachel if she showed up. So, what about you and Nathan? We went to his room at Blackwell. We drank, and I laughed at his rich kid bullshit. He was one step ahead and put something in my beer. God, Chloe. I can't believe this. I mean, I do. A kis mocsok. Be akartad csináztatni. I passed out on the floor. I woke up and that perv was smiling, crawling towards me with a camera. Go on. Everything was a blur. I tried to kick him in the balls and broke a lamp. Nathan freaked, so I managed to bum rush the door and get the hell out. Max, it was insane. Dora. Chloe, that is so fucked up. What did you do then? I figured I would make him pay me to keep quiet. So we met in the bathroom. And he brought a gun. That was Nathan's last mistake. He's still dangerous, Chloe. Oda most arra úgyse hinnének nekünk, ha már ők a helyi kulák család. Feel safer already. I won't always be there to save you. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like destiny. Megvan írva a sors. Kivéve, ha visszatekerem. If this is destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. This shit pit has taken away everyone I've ever loved. Getty Shay. Like to drop a bomb on Arcadia Bay and turn it to fucking glass. Aye. Hogy kerültünk ide? Why am I here again? Ne, Bambi. Most így két dimenzió közt vagyunk, vagyis két időség közt. Bambi itt van, vagy nincs itt? Is Chloe still up there? I have to find out. Hobá. Itt jön egy kő.
dől ki a fa. Ja, akkor... hogy lehet felmenni? I've never seen a storm like this in Oregon. Futás, mindig át nem lehet futni. Micsoda. Akkor mégiscsak tudunk az térben is elmozdulni. Ajaj. Ja, akkor így ha előre jövök. Aha. Megvan. Ide sétálunk így óvatosan, visszatekerjük az időt, így kész, átszaladunk. Hoppá, majdnem sikerült. Futás. El az, átértem. Most ki se dől, ha dőlj már ki. Aló, fa. Jaj, ennyire visszatekertem. Oké. Bambi. I feel like the dough is eating me. Majdnem. Szasztok fák. Szemét. Ez elég 4-20 ez a rész. Bambi az én őrangyalom. Hoppá. Kapta a torony. Hey, miért dől rám? Most miért dől rám? Jó, gyorsan. Tovább, menj tovább. Úgy. Itt egy újság. Ezt gondolom feltétlen meg kell most nézni. October 11? Is this Friday? Ajaj. That's only 4 days away. Azt honnan tudja, hogy ez a mai újság volt? The tornado is headed straight for the town. Chloe, you're here. I'm back. Oh my lord, this is real. It's real. Oh man, this sucks. Max, what's going on? You totally blacked out. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Oregon gets about 5 tornadoes every 20 years. You just zoned. No, no, I saw it. I could actually feel the electricity in the air. Come on, take a breath, okay? Chloe, I'm not crazy. But there's something else I have to tell you. Something. Ezt akartam elmondani az előtt. Talk to me, Max. I had the same vision earlier in class. When I came out of it, I discovered I could reverse time. Like I said, not crazy. But I, right? Listen to me. How do you think I saved you in the bathroom? Nem, nem vagyok. Time? Yeah, sure. I saw you get shot, Chloe. Saw you actually die. I was able to go back and hit the fire alarm. Okay, I see you're a geek now with a great imagination, but this isn't anime or a video game. That is what does. Powers, Max. I don't know what I have, but I have it. And I'm scared shitless. You need to get high. It's been a hell insane fucking day. Most havazik. What the hell is this? Snowflakes? It's like 80 degrees. How? Climate change. Or a storm is coming. Hát legyen a klímaváltozás, az menőbb. Start from the beginning. Tell me everything. És akkor visszaugrunk az elejére, és vég egyszer véget nyerem. A gonosz Petrelli szerelgeti felfele a kamerákat. Chloe mama, akivel még nem találkoztunk. Itt van a filmmániás srác. A megfigyelt csaj.
És itt van Kutyi. Őt tudnom kéne, hogy ő ki volt. Itt van Kasmírjány. És Mr. Csoki igazgató. Szegény fényképész tanár, egész nap itt ült a izébe. Nincsenek magánélete. Ez volt az első rész. Ah, nem. Itt egy akta Rachelről. Ez ilyen. De, tudtam. Ha, pont jó, pont belefért egy streambe. Hát... nem is tudom, mit mondjak róla. Így most így óvatosan így fel lett vezetve a sztori. Fel lettek téve, ahogy mondani szokták, a bábuk a táblára. Durva. Nem egy ilyen... nem úgy tűnik, hogy egy ilyen nagyon pozitív történet lenne a vége. Úgyhogy kíváncsi vagyok rá. Hát köszönöm szépen. Kicsit fura ezt így amúgy így streambe csinálni, hogy így nem tudom. Nehéz így nem tudom így mellé kommentálni. Ugye vagy próbálom a sztorit átélni, meg így beszélni róla, meg kicsit elpoinkolni, de így kicsit nehéz erről így streamálni. Na de hát, ti akartátok, úgyhogy ez van. Akkor még ebből van 4 rész, meg mit tudom én hány rész az előzményből, meg a kis köztes játék, meg még 2. Még azt most meg kell majd venni. De durva amúgy, hogy adja. Még az elején az hosszú volt az a... milyen óra. Nem esetlen milyen óra, az a fényképészet óra. Pláne háromszor átélni, de ugye kellett, hogy rájöjjünk, hogy mi újság van. Nem egészen 4-en itt maradtatok a végére, teljesen jó. Következő stream szerintem hétfőn lesz. Folytatni fogjuk a Supralandot. El valahogy úgy képzeltem el ezt a felállást, hogy ilyen heti, úristen, kegyetlen hangos a zene amúgy. Legalábbis nekem. Szóval, hogy úgy képzeltem el, hogy ilyen heti 3 stream belefér, aztán legalábbis ameddig bírom. A hétfő az egy ilyen nem is tudom, ilyen egy kicsit ilyen elfejtettem a szót. Itt vannak magyar származású emberek a Other Project Team Members-ben. Hogy hétfőnként lennének ilyen indie címek, valami rövidebb, kisebb volumenű témák, és aztán szerda péntek meg folytatnánk a fő csapásvonalat. És ugye most a fő csapásvonal a Life is Strange végjátszás lesz. Úgyhogy így van terve, hogy hétfőn folytatjuk majd a Superlandet. Az nem is tudom, hogy az egy olyan 10 pár órás, azt hiszem, annak a végjátszása. Úgyhogy az is meg fog élni még vagy 2-3 streamet, pláne ha olyan sebességgel adok benne, mint eddig. Jaj, megyünk vissza a homokozóba. Ezt pedig majd valószínűleg szerdán fogjuk folytatni. Nem tudom, hogy ez milyen hosszú. Vagy a többi rész is így belefér-e egy-egy streambe. Mert akkor egész haladós lesz. De majd meglátjuk. Ezen kívül meg lehet, hogy hétvégén lesz valami másik videó a YouTube csatornán. De majd meglátjuk, hogy hogy adja ki az idő. De ezt nem mondom el, ez majd kiderül. Tessék követni a YouTube csatornát is.
Kíváncsi vagyok, hogy ebből vajon mennyi copyright strike lesz, ha ezt én feltöltöm YouTube-ra. Hát ha azt mondod, hogy belefér, akkor igazából ebből még van hátra 4 stream. Nightbot. Minek kell a Nightbot? Akarsz így parancsokat beírni, hogy izé? Így. Majd utána nézek. Igazából nagyon nem látom még most így hasznát, hogy bármit botozzunk. Jaj, szegény csontjaim. Ja, hogy YouTube. Belinkelem én ezt neked, hogy YouTube. Jude Bob. Itt közben úgy kiírtam a képből, hogy nem látom magam, hogy ez az. Jó sokan dolgoztak ezen az első részen. De amúgy mit linkelgetek? Hát ott van az énben. Na mindegy. Ott van a névjegyemnél, amúgy a YouTube szerintem ki van téve. Nem értek a YouTube-hoz. Ez biztos nem az a link. Vagy ez az. Mindjárt megnézem. Nem akarok hülye linket küldeni. Ja, de. De mindegy, most már bemásolom. Tessék. Itt van a YouTube csatornám is. Még semmi tartalom nincs rajta, de kb. Azok a vodok, amik itt voltak. De legalább azok fent vannak. Hát ott van az Insta is, meg a Twitter is, meg mit tudom, van ott. Jó, Józsi, nem aludtad végig? Dolby Digital. Dolby and Double D. Playtesters. Amúgy jó lenne ilyen játéktesztőnek lenni. A mindenkinek is köszönik, a girl és boyfriendeknek és többi és többi. Ez az. GG Józsi, szép munka volt. Thanks for playing. Ja, amúgy igen, ez az első rész, ez ingyen van fent a Steamen. Amolyan demóként. Na nézzük, erre voltam kíváncsi. Itt nem hoz ilyen izét, listát. Ja, itt van, hogy igen. Felnyomtad Nathan-t, az emberek 63%-a megtette ezt, Victoriát csak az emberek 26%-a húzta, vagyis hogy vágta át. Igen, ott ez gyanítom, hogy ez a lefotóztad, ahogy David bántalmazza kétet, lehet, hogy az lett volna a jobb döntés. Gondolom, akkor be lehetett volna támadni, mikor arcoskodott Mr. Petrelli, hogy ő mekkora kemény, és hogy ő megjárta a Vietnámot kétszer. Háromszor Irakot, meg négyszer Koreát. Akkor megtett volna mondani, hogy amúgy van róla fotó, hogy mint nyugdíjazott katona így fiatal csajokat zaklat. Hát ez úgy látom, ez az előbújásos rész, ez ilyen elég megosztó. Nézzük barátaimnak, nem hiszem. Jó. Hogy lehet itt menteni? Rányomok a következőre. Akkor gondolom elindul a következő. Na, mindegy, ezt majd off-stream megcsinálom. Itt így megnézzük, hogy ez így működik még, hogy így. Ez az. Hát, mekkora király, le is tudom tenni. Vissza ide. Ez az. Mentett magától? Jó. Majd azért stream után rámentek. De milyen faszán váltottam egyből. Ja igen, hétvégén még szerintem próbálok egy-két dolgot fejleszgetni majd a stream eszközeimen, de majd kiderül, hogy lesz rá idő. Hát nem tudom, mit mondjak még el. Menetrendet mondtam,
hétvégi terveket mondtam. Most nem kell lenéznek, mert itt látom magam előtt a chatet. Itt van előttem. Hello chat. Ennyi. Szerintem maradt 7 perc, ez most akkor így szerintem ennek ennyi lesz. Meg kéne nézni, hogy van-e még fent valaki, akit meg lehet így rédelni. Biztos csak játszik valaki ilyenkor. Valamit. Valahol. Valamiért. Hát, amúgy nem. Ilyen nagy csatornákat nem akarok berédelni, mi értelme van? Hát akkor... akkor eznek most csak így ennyi. Így valahogy így vége lesz. Szóval, összegezve. Eddig bejön. Jó lesz, várom a folytatást. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogy megnéztétek csodálatos előadásomat. Lesz ez még jobb is. Én úgy vagyok vele. És akkor találkozunk legközelebb hétfőn, ugyanígy 17 óra 55-kor, meg lehet, hogy a YouTube-on hétvégén. Na, hát köszönöm szépen, hogy mindenkinek, aki itt volt, egyszer majd megtanulok beszélni, és hát, ha összejön. Szóval kellemes hétvégét, pihenjetek, takarítsatok, főzzetek, mossatok, mosogassatok, mert az fontos, úgyhogy kellemes hétvégét, na szevasztok! Meg lesz, outro!